Jó napot kívánok, én Guti Rita vagyok, a Hello Podcast hallgatóit köszöntít visszatérő vendégünk, Soltész Bálint, a Heves megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője is. Szia Bálint! Szia, üdvözlök mindenkit! Hogy indul a hétfő? Nagyon malárcsi csergő ugye, hogy az első technikai bakinkra szélozak, hiszen valóban kicsit nehezen indult el. Igen, a hallgatók ezt nem hallhatták szerencsére, de úgy tűnik túljutottunk a technikai nehézségeken, és egy újabb rendőrségi beszélgetést kezdhetünk el, aminek apropóját megint Bálint hozott. Most tudtam meg tőle, hogy az idén 30 éves az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Így hívják pontosan? Igen, nagyon jól mondtad. Annyit pontosítanék, hogy van benne egy kis Késésünk, hiszen még tavaly november 24-én lett az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 30 éves. Tehát ott volt egy központi ünnepség, ahol a vármegyei főkapitányságok balesetmegelőzési titkára, illetve különböző közlekedési rendiszedi szakembereket köszöntöttek munkatársaink. Azonban a helyi megyei Balesetmegelőzési Bizottság is tartott egy ünnepséget, ahol a balesetmegelőzést tevékenységét elősegítő munkatársak külsős más társszervek vezetői is kaptak egy-egy emlékplaketet megköszönve az ő munkájukat, hiszen uh, annak ellen, hogy sokat beszélünk, hogy mennyi baleset volt a, akár az elmúlt héten is. Múlt héten is volt egyébként ugye több uh, komolyabb baleset is, sajnálatos módon itt a gépemű vezetővel szemben is intézkedtek munkatársaim. Annak ellenére bízunk benne, hogy ezek a baleset tevékenységek, kampányok, kisfilmek, ismeretterjesztő iskola, jóvalai előadások érnek valamit, hogy, hogy kicsit szerintelenek legyünk, hogy ennek köszönhetően talán kevesebb baleset történik, többen bekötik magukat, még kevesebben fogyasztanak alkohol, vezetés előtt, tehát ez mind, mind olyan szertágozó tevékenység, amit ezek az említett szakemberek Évtizedek óta segítik munkájukat. Itt... Most elébe is mentél a következő kérdésnek, meg, meg akartam kérdezni, hogy mit csinál a Baleset Megelőzési Bizottság, hogyan próbálja megelőzni a baleseteket, de akkor egy kicsit menjünk bele részletesebben, ha lehet, mert mindig vannak aktuális kampányok. Szerintem már így ebben a körben mi is beszéltünk róla, hogy van futórajzpályázatotok, ez is baleset megelőzési, nem? Így van azt is a Baleset Megelőzési Bizottság koordinálja, illetve ők írták ki ezt a pályázatot, illetve hogy kicsit előre is szaladjunk, egy videóspot pályázat is kiírása is előkészítés alatt van, azt a nyár végén tervezik közzétenni. Tehát minden olyan fórumot próbálnak felhasználni baleset, megőrzési munkatársai, munkatársaim, ahol, ahol az említett célokat elérhetik. Milyen csak... videóspotok lesznek? Ez engem érdekel. Mesélj róla. Hát konkrétan itt ugye már említettük a kampányokat, itt a, a csatlakoz kampány, tehát a passzív biztonsági eszközök népszerűsítésére szólóan tervezzük kiírni ezt a videóspot pályázatot, hiszen uh, egyébként a bizottság is uh, folyamatosan dolgozik azon, hogy különböző már-már már meghökkentő kis filmek, ugye gondolok itt például a ünnepek, még a évvégű ünnepek kapcsán ugye a, a Grinch elforgatott uh, meghökkentő videókra. Azonnal megjelent a szemem előtt a Grinch. És uh, tehát minden olyan, minden olyan fórumot, meg megragadunk, ahol esetleg csak egy embernek átmi az üzenet, és egyen kevesebb baleset történik, már nem keltek fel hiába. De jól értem, én itt most nem arról van szó, hogy ismert emberekkel ti forgattok, hanem pályázati anyagokat vártok? Ezzel a konkrét pályázattal majd így lesz, akkor majd valóban kész pályaműveket fogunk válni nyilván nem szaladnék előre, hiszen még a pályázat sem lett kiírva, de esetleg már lehet készülni annak, akinek vannak ilyen affinitásai, és figyelni a főkapitányság prevenciós Facebook oldalát. De a gyerekeknek szóló rajzpályázat az, az, az zajlik már, nem? Így van, illetve nagyon sok pályaműbe is érkezett a, az egyik pályázat egy kategóriában a közel jövőben hirdetést is készülünk. Amit majd reméljük, hogy megosztasz velünk is. Mindenféleképpen. A legjobb rajzokat volt egy másik esemény is most a napokban, mi magunk is ott voltunk a Heollal, kinn a 25-ös útnak a cifrakapú és a rákóci út kereszteződésében okozott némi e, zavarodottságot a karos forgalomirányító rendőrök megjelenése. E, e, mesélj arról, hogy mi lett ennek a versenynek az eredménye, illetve te mit tapasztaltál, hogy a sofőrök, gyalogosok mennyire ismerik a karjelzéseket, mennyire zavarodnak meg, ha így irányítják a forgalmat. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy annak ellenére, hogy ez is évtizedek óta megtartott rendezvény, ez is a Baleset Megőzési Bizottságnak egy fő irányvonala, az úgynevezett biztonság a kifejezetten rendőrszakmai vetélkedő, ahol három kategóriában mérjük össze a szakemberek a tudásukat. Ugye egy motoros, járőr, gépkocsizó járőr, van már az említett karos forgalom irányítás kategóriában. Ugye a motoros meg a gépkocsizó járőr feladatoknál ugye egy, a rutinpályán egy ügyességi feladatot kellett teljesíteniük, illetve szakma, illetve Kressz Tesla kitöltésével dölt el a végső sorrend. A karos irányítást ugye a már említett kereszteződésben a kikapcsolt, illetve a sárgára állított készülékek mellett végezték ugye felváltó munkadásaink. Hát minden évben meglepőd, meglepődik nagyon sok altós, hogy hiszen aki 10-20-30 évvel ezelőtt szerzett jogosítványt, nem elképzelhetetlen, hogy soha életében nem találkozott még ilyen forgalmi szituációval. Annak idején hogy jó eséllyel megtanulta a karjelzéseket, de teljesen ledöbbenve áll egy ilyen kereszteződésben, amikor mondjuk a, a, sor legelején áll, és, és hát találnak ki a rendőr vagy oldalt, hogy mit, mit csinálhat, mit, -e mikor mehet, nem? mikor nem. Így van, úgyhogy Hát ő, ajánljuk egyébként a gépjárművezetőknek a figyelmébe, hogy érdemes ezeket a tudásokat néha feleleveníteni. Közösségi médiában is találhatók ilyen oktató videó, néhány perc alatt felfrissíthetjük ezt a tudást. Olyan bonyolult. Így van. Nem olyan bonyolult. Na, és ki nyerte a versenyt, és hová mennek ők tovább? Mert úgy tudom, hogy ez most még nem a végső döntő volt, hanem egy országosra mennek majd, ugye? Igen, minden évben szintén a országos döntőjét is megrendezik ennek a betélkedőnek. A motoros kategóriában Zbiskó Péter főtörzászlós kollégánk lett. Az első helyezett a gépkocsizó járőr kategóriában Kalu Ádám Miklós rendőrtörzsőrmester kollégánk. A karos forgalom irányítóban pedig Zilai Bálint rendőr szereztem az első helyet, így ők mehetnek majd várhatóan ősszel a országos döntőbe. Érdekes egyébként, hogy vannak kollégák, akik gyakorlatilag 30-35 éve közlekedési rendőrök is, meglepetésünkre nem a karos forgalmi irányítót, fantasztikusan a nagyon profint végezték. Olyan nüansznyi különbségek voltak, hogy, hogy most ő ő nagyon ízőjelben csak a harmadik lett például ez a gyöngyösi kollégánk. Gyakorlatilag nagyon örülünk neki, hogy a fiatalok is, mert ez egy fiatal, majd, hogy nem pályakezdő kollégáról beszélünk, egy néhány éve dolgozik a rendőrsége. Friss még a tudása. <laughs> így van, és, és tényleg olyan affinitású és olyan látható profizmussal csinálta egyébként mindegyik kollégánk, tehát a, a hatodik helyzet is szintén elismerés nem ért hiszen ö, egy ilyen forgalmi szituációban ugye, ők neki kell átlátni a, ott hogy a négy sáv, meg a másik két oldalról bekötő a forgalmat, és nyilván valami ő felel azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen, úgyhogy ö, nagyon fárasztó feladat ez egyébként, és nem is véletlenül. Van azt, hogy nagyon sűrűn próbálják váltani egymást az ilyen éles forgalmi helyzetekben. Uh -huh. Amit szintén meg kell tanulni a gépjárművezetőknek, hogy mit jelent, amikor így a feltartott bot talál a, a rendőr. rendőr a kereszteződés közepén, hogy akkor például mit kell csinálni. Ugye akkor van általában ugye a váltás az irányítja meg a forgalmat, és ezt sem tudták sokan, akkor hú, hát akkor, akkor megpróbáljuk jobbról-balról megkerülni. És ami egyébként nagyon fontos, hogy ez a gyalogosokra is vonatkozik, tehát ott van egy forgalmi kereszteződésben egy gyalogátkelő hely, ott szintén a gyalogosnak is tisztában kell azzal lenni, hogy melyik az a szituáció, amikor ugye a keresztező forgalmat fogja engedni a járul, és akkor ő sem mehet gyalogosként át a túloldalra. Hát akkor sok sikert kívánunk a kollégáknak, és ezt a hallgatókat se hagyjuk jó tanács nélkül, egyre jobb az idő, ugyan még a vakáció nem tört ki, de hamarosan eljön annak az ideje, hogy egyre többen lesznek majd a strandon, itt mondhatod, hogy az ő figyelmüket is felhívnád fontos dolgokra. Igen, köszönöm, hogy felhoztad a témát, tulajdonképpen, most még két hét van még talán a, nyári szünidőig, időig, ezt is kicsit messzebbről kezdeni, hiszen arra is nagyon fel kell készülni az autósoknak is, hogy a motorosokról szoktunk annak idején beszélni, hogy megkezdődik a nyári szünidő, várhatóan egy több fiatal gyermek fog kerékpárral még jobban a délelőtti órákban is közlekedni a városban a megyén közútjai. Úgyhogy erre fel kell készülni a is, hogy tudjuk, hogy na, kicsengettek, és akkor holnaptól azért még fokozottabban kell figyelnünk, hiszen akár felszabadultabbak is lesznek a gyerekek, is, ugye még mondhatni, hogy esetleg kicsit figyelmetlenebbül fognak közlekedni. Illetve hát hogy a strand szezon is gyakorlatilag most kinézve az ablakon mondhatjuk, hogy beindult, mert nyilván a, a, szakemberek ezt esetleg máshogy látják, de... Én azért nem bánom, hogy az igazi kánikula még nincs, itt nagyon kellemes az idő, lehet, hogy a strandon is. <laughs> Így van, bízunk benne, hogy uh, idén is uh, be majd arról számolni, hogy, egy, uh, hogy uh, visszatérő járőrzésben a munkatársaim is uh, szolgálati ötendői közepette arra is uh, tesznek egy kört, hogy ilyen profánul fogalmazzunk, a, a strandoló biztonsága érdekében, amit ugye minden évben megtesznek. De nem is a strandolása a leglényegesebb figyelemfelhívó terület, hiszen ott ja, szabályozott keretek között azért ott mindenki bízunk benne, tisztában van vele, hogy felhevült este, ugye nem úti hidegvíz, hogy ne esetleg valami tragédia történje. Ami viszont sokkal nagyobb veszélyt hordoz magában a nyílt vizeken, tavakon, folyókon a, a fürdőzír. Itt Ugye kifejezetten csak azokon a helyeken lehet fürdőzni, ahol ez megengedett, tehát kijelölt strandokon. Mondom se, hogy mondjuk egy bányatóban bízunk benne, hogy senkinek nem jut eszébe fürdőzni a, olyan helyen, ahol esetleg ez nincsen külön megengedve, hiszen azon túl, hogy egy életveszélyes állapot is kialakulhat a már említett vízbeugrás vagy az ismeretlen ö, mélység miatt, ö, szabálysértést is ö, követel az, aki tiltott helyen fürdőzik. Így azon túl, hogy a tragédiával végződhet, hát, hát, akár még egy szabásértési bírsággal is térhet haza. Mondhatni, hogy jobbik esetben, hogyha, hogyha nem olyan tragédiával végződik a, a csobbanása. Uh -huh. Tehát ha melegünk van, és ott egy bányató semmiképpen ne próbáljuk, inkább keressünk kijelölt fürdőhelyet, ezzel nem csak a szabálysértési bírságot kerülhetjük el, hanem a testi épségünket is megóvhatjuk. Hát köszönjük szépen Bálint, hogy eljöttél hozzánk újra, és várunk vissza a jövő héten. Köszönöm, hogy itt lettem.